Köszöntöm Önöket, a Spillerben majd olyan sportággal foglalkozunk, ami még nem került korábban terítékre. Az biztos, hogy nagyon látványos, de azt gondolom, hogy közülünk sokan azt sem tudták, hogy ebből versenyeket rendeznek. A hőlégbalonról van egyébként szó, és ezt a témát fejtjük ki bővebben Molnár Csabával, aki Európa bajnok hőlégbalon versenyző. Szia Csaba! Így van, szervusztok, és köszöntöm a nézőket! Nem akarlak vele megbántani, és semmiféle ilyen célzat nincs benne, de te a nagy öregek közé tartozónak nézel ki. Ahogy beszélgettünk itt korábban, jöttek a sztorizások, én azt gondolnám, hogy te annak a generációnak a tagja vagy, akik imádják ezt az egészet, ezt az egész közeget, de tudják kellően lazán is venni, és élvezik minden pillanatát. Te hogyan kerültél a repülés vagy a hőlégbalon közelébe vagy kapcsolatban? Hát mondhatnám azt, hogy tegnap volt, de sajnos be igazad van, hogy nem így van. Én 1974-ben kerültem a repüléssel kapcsolatba. Először vitorlázó repültem, motorossal ejtőernyőztem, és akkor utána jött az ötlet a 80-as évek, 84-ben, hogy próbáljuk ki a hőlégbalont is. De hát ez olyan, mint a szerelem meglátni és megszeretni, szóval ez tipikusan az a dolog, amikor a természet erejével repülsz, széllel mozogsz, azt használod ki, repülés közben olyan jó 40-50 másodperc előbb csinálsz dolgokat, ami annyi késése van tulajdonképpen a járműnek, ezt próbálod kihasználni, és ezzel működsz egyben. Milyen volt akkoriban, amikor te elkezdted ez az egész közösség, vagy ami körülvette ezt? Nemrég beszélgettem itt ralisokkal, akik a magyar rali hőskorából vagy akkor kezdték, és nagyon-nagyon érdekes történetek kerültek elő, de mindannyian kiemelték azt, hogy akkoriban annyira jó társaság volt ebben az egészben, rengetegen voltak akkor a rali sporton belül, és nem lehetett nem oda tartozni, hogyha valaki megérezte ennek az egésznek az ízét. Ez a hőlégbalonra is érvényes? Ebben a sportágban is ugyanez van. Ugye azt sajnos, hogy az évek múlnak, de valójában ez ugyanúgy meglátni és megszeretni. Az ugyanúgy, hogy benne van az egészben, működik, jó társaság volt, nem voltak GPS-ek, nem voltak számítógépek, érzésre repültél, ezt annak idején mi úgy szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen variométer volt a fenekedben, hogy érezted, hogy emes, hülyed, jobbra-balra megy, engem elkeresztetnek mondani, hogy GPS agyunak, hogy egyszerűen érezte az ember, hogy merre felé fúj a szél 1500 méter magasan, ahonnan igazán nincs mit tájékozódnod, de ez szép lassan odáig működött, hogy még GPS előtti időszakból léve tényleg megtalálni, hol szállt le, hova ment, hova mentél, terepen autóztál, összeszedni, hol van ez, hol van az, hogy elég érdekes összetett dolog így. Mik voltak az első lépések, amikből te megtanultad ezt az egészet? Mondtad, hogy repüléssel nyilván kapcsolatban voltál, de hát azért nem ugyanaz egy hőlégbalonnal repülni. Hogyan lehet, hogyan engedik ezt lépésről lépésre megtanulni? Igazán nekem az volt a szerencsém, hogy én előtte repültem. Ugye vitorlával ejtőernyőzött az ember, hogy maga engem az már úgy nem kötött le első körben, hogy jaj, de szép minden körben, hanem hogy rögtön az elején arra koncentrált az ember, hogy ezt hogy lehetne precízebben, pontosabban repülni vele, és ebből a kis apró precizitásokból jött össze tulajdonképpen az elején a sikerek rendesen, mert míg más azon csodálkozott, hogy hú, a széllel együtt repülök, és élvezkedett, mi már nem maga azt a részét, hogy repülünk, hanem a verseny oldalát néztük ebből a szempontból, hogy lehet ezt minél pontosabban csinálni. Hogy néz ki egy verseny a hőlégbalon sportágban? Milyen részekből áll, milyen feladatokat kell teljesíteni, kik vehetnek rajta részt? Hát ez úgy van, hogy 15-20 féle különböző versenyszám van, pontosságra megy a dolog egy intervallumon belül, hogy meghatározzák, hogy mondjuk egy fél órán belül kell felszállni mindenkinek, hogy mégse legyen akkora szerencséje az időjárás változással. És akkor ilyen példát tudok mondani, hogy mondjuk 86-ban Kanadában 30 km távolságból 4 centivel repültünk el a cél mellett, és ezzel csak harmadikak voltunk. Tehát volt, aki még ennél pontosabb volt, így van. Ennél. Ez és akkor még nem voltak GPS-ek. Ez tényleg azt mondja az ember, hogy csak érzésre, mint a madár. Milyen versenyeket rendeznek szerte a világban? Mert az oké, hogy
a hazai versenyek nyilván kvalifikálnak valahova. Tehát én azt gondolnám, hogy egy ilyen magyar bajnoksággal indulhat minden, és akkor onnan lehet majd mindig tovább lépni. Ez így van, tulajdonképpen van egy pontrendszer, amiben egy évben 3-4 versenyen részt veszel, abból az átlagot választ az ember, és kivégez a magyar ranglistán, azok indulnak a következő évi VB-n vagy EB-n, ugye ezt két évente rendezik meg, vagy világkupán, ahogy éppen esik a dolog, és itt kvalifikálod magadat. Mennyire változik ez a világ, a hőlégbalonosok világa? Fejlődik-e egyáltalán annyit a technika, mint más sportágakban, más technikai sportágakban? Én a saját gyerekkoromra tudok visszaemlékezni, hogy falun nőttem fel, és nagyon-nagyon sokszor belefutottunk mi olyanba, hogy focipálya mellett szántóföldön, itt-ott megjelent egy hőlégbalon, oda leszálltak, vagy onnan szálltak fel éppen, és mindig nagyon kedvesek voltak, lehetett velük beszélgetni a hőlégbalonosokkal, de hogy rengeteg ilyen élményem van. Hogy ebből azóta több lehetett, kevesebb lehetett, ti többen vagytok-e, kevesebben vagytok-e? Tudom, hogy ez most egy ilyen kérdés, amiben soroltam feléd a kérdéseket, de hosszú választ is adhatsz. Nem, ugye annak idején, amikor elébb említette az a 70-es, 80-as elején, azért egy elég összefogott országos rendszerben működött ez a dolog. Ott tulajdonképpen akkor eljutottunk egy olyan 200-240 fő pilóta létszámig az országban, rengeteg balon volt. Most egy kicsit más irányba mozog a dolog, kevesebb az aktív sportoló, de ez világszinten is látszik. Az, ami akkor egy ilyen világszinten egy ilyen nagy fellendülés volt, hogy valójában technikailag, most az, hogy az égő, a kupola anyagokba változott valami, de ami nekünk annak idején nagyon megtetszett, hogy most nem akarok mondani, hogy a győri gyártó cég tudott olyan balont gyártani, mivel Európa-bajnokságot nyertünk tulajdonképpen, hogy magyarul technikailag nem volt annyira elrugaszkodott egy úgymond szocializmus időszakból levő magyar ipar, lemaradva, mint mondjuk azt mondanám, hogy most egy más területen, egy más ilyen technikai sportot nézek. Hogyha a technikának ennyire nem vagytok kiszolgáltatva, mert hogy itt azért lassabban történnek változások, a természet kényének, kedvének egy hőlégbalonos mennyire van kiszolgáltatva? Hogyan működik ez az egész dolog? Amennyire emberi nyelvre ezt le lehet fordítani, mennyire irányítható egy ilyen eszköz, mennyire tehettek ti arról, ami történik, és ebből, amit mondtál, hogy világbajnokság kapcsolatban, hogy 4 centiméterre meg tudtátok közelíteni a célt, és ezzel csak harmadikok lettetek, én azt gondolnám, hogy minden látszat ellenére ezek az eszközök mégiscsak jól koordinálhatók. Ez igaz, csak az időjárást bele kell számolni. Ez ugyanolyan, mint egy vitorlás, ha jóval nem fúj a szél, be tud menni a kikötőbe, vagy lapártól, és akkor beevez. A végeredmény ugyanaz. Itt is az időjárást használod ki, a szelet, és a szél mozgását próbálod kiszámítani. Na most mondhatnák én ilyen példát, hogy milyen kedve van otthon valakinek, milyen ki vagyunk azért szolgáltatva egy kicsit az időjárásnak, de hogy fogalmazzak, de ez benne a szép. Ugye ez benne a szép az, hogy valójában minden egyes repülés teljesen más, minden egyes repülés más időjárás fél. Hasonlók vannak, de kétszer ugyanolyan nincsen. A beszélgetés előtt csináltuk egy próbát, hogy kinek a hangja hogyan szól a mikrofonban, és akkor mondtad, hogy a tiéd az mélyebb lesz, mert te mondtad, hogy rabló támadás, a te hangod mélyebb, ugye idéztünk egy Bud Spencer filmből, és mondtad, hogy nekem azért van ilyen érdes hangom, mert hogy történt egy baleset, egy égési sérülés, és én rögtön azt gondoltam, hogy fejben azt raktam össze, hogy a hőlégbalon mennyire lett veszélyes sportág, ott a láng, és akkor biztos, hogy ott történt valami, de ez nem így volt, megcáfoltad aztán, de hogy veszélyes ez a sportág? Hát szerintem az autóval közlekedni manapság sokkal veszélyesebb, szóval nyugodtan mondhatnám azt, hogy nem veszélyes. Csúnya példát kell mondanom sajnos, hogy 50 vagy 48 év után volt egy tragikus baleset Magyarországon, de 48 év alatt nem. De ez igazán nem is ez a lényeg ebben, mert bárkivel bármikor előfordulhat bármilyen közlekedési baleset. A hírértéke mindig nagyobb az ilyennek, mint valójában a statisztikai alapján. Én a statisztikát nézném, és most megkérdezném, hogy a gyerekedet elengeded pingpongozni, vagy asztali tenisztezni, akkor meg fogsz lepődni, mert
ugyanannyi a baleseti statisztikai arány egy asztali tenisszel kapcsolatosan, mint a hőlégballonnal, vagy illetve az egész repüléssel kapcsolatosan. Ezt nehéz elhinni, de a statisztika az nem hazudik. Ki a főnök egy csapatban, mert hogy még annak ellenére is, hogy egyéni sportágnak néz ez ki, mert amikor azt mondjuk, hogy Molnár Csaba Európa-bajnok, akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, ezt te csináltad meg, ezt te vitted véghez, de azért egy csapattal dolgoztok. Kinek mi a feladata egy csapatban, és mennyire a pilóta, pilótának nevezitek? Mennyire a igen, pilótának, pilótának nevezzük, de most egyszerű példát mondva, hogy Form 1-be is sajnos csak a Form 1-es pilótát nevezik, az a szegény embereket, akik a kereket rakják föl, vagy valamelyik a névtelen segítők, míg valójában azoknak is rengeteg munkájuk van abban, hogy valaki eredményt érjen el. Ez nálunk is így van. Valójában nem mindegy, hogy ki az a csúnyát mondok, Rob Dennis, vagy akárki a Forma 1-ből visszaítélve, hogy aki a földön a taktikát dolgozza, mondja a levegőbe levő pilótának, hogy lehet ilyen, lehet olyan, és ott majd a pilóta eldönti, vagy választ, csak előtte a matekot azt elvégzi az ember. Mi az, amiben te vagy a legjobb, vagy amiben a legjobbak közé tartozol ebben a sportágban? Hát azt az ellenfelektől kell megkérdezni tőlem. Itt arra akartam konkrétan rákérdezni, hogy az Európa-bajnoki cím, hát nyilván akkor azon a versenyen te voltál a legjobb, erről majd mesélj egy kicsit, de van egy olyan rekord, lehet, hogy több rekord is, de én egyet mindenképpen megemlítenék, amiről tudok és amiről olvastam, ez a magyarországi távolsági hőlégballon repülésnek a rekordja. Így van, ugye ezt ketté kell választani, a sport oldalában való repülés, mozgás, az egy adott időjárási körülmények között egy adott, lehetőleg egyforma pályán, egyforma területen, egy intervallumon belül végrehajtott repülés. Abban lehet nézelődni, mozogni, nézni a többiek helyezkedését, a sajátodat, arra koncentrálni. Még a másik, amit említettél, ez egy olyan rekord, amire mondjuk az ember készül, foglalkozik vele, meteorológiával, számításokat végez. Erre tudok példát mondani, a régi rekordot, amit tulajdonképpen egy kisebb balonnal tartottam, akkor még nem voltak ilyen meteorológiai szolgálati adatok, akkor annak idején az még Grazból, Bécsből és Pesti éjszakai, éjféli rádiószondázásból telefonon gyűjtöttük be, hogy el lehetne repülni. Az internet terjedésével, a mostani dologgal már komoly számításokat lehet végezni számítógépekkel, hogy tulajdonképpen előtte 4-5 nappal már készülsz rá, foglalkozol vele, hogy ha ezt így csinálod, akkor az úgy lesz. Figyelj, saját feleségem megkérdezte, hogy normális vagy, hogy elmész hajnal 2-kor elindultam Győrből Pécsre, mert hogy Pécsen olyan időjárás lesz, hogy onnan, ha felszállunk, akkor el tudunk menni Nyíregyházáig. Itt borogatta a fákat, kukákat a szélén, meg elindultam az autóval le Pécsre, mert azt mondtuk, ha reggel 8-ig felszállunk, akkor meg lehet csinálni ezt. Mennyi idő alatt lehet ezt megcsinálni? Hát ezt 5 óra alatt repültük le végül, és nem volt egy vészes. Az autó az nem bírt követni bennünket, hogy az ránk is sötétedett, vagy rám sötétedett, amire odaértek, de érdekes volt. Egy ilyen dolog mekkora presztízsnek számít ennek a sportágnak a berkein belül? Gondolom, hogy nem ezért csinálod elsősorban, hanem mert magadat akarod felülmúlni, de hogy számít ez? Ez úgy fogalmazok, hogy ez a távolsági rekord, ugye vannak ilyen ezüst, arany és gyémánykoszorúk, ezt a világszervezet kiírta, ez különböző teljesítmény jelvények. Ezt mondhatnám így is, hogy ilyen teljesítmény túrához lehetne hasonlítani, ki az, aki megtette a kék túrát, mindenki sétál az erdőben, nem mindenki veszi rá magát arra, hogy legyalogolja azt az 1300 kilométert végig az országba. Rá kell állni, foglalkozni kell vele. Azzal, ahogy én most ezt megrepültem, ezt a 300 kilométer fölötti távolságot, ennek volt egy másik feltétel, amit durván 15-20 évvel ezelőtt repültem egy 6 óra fölötti távizított időtartamot, 6000 méter fölötti repülés kellett hozzá is, és tulajdonképpen 1 méteren belül ilyen versenyeredmény pontosság. Ugye ezt a 4 feltétel megvan, akkor ezzel nyertél egy aranykoszorút. Az nálam per pillanat a világon az a 14. ember vagyok, aki ezt megcsinált a hőlégballonban, meg a 8. Ugye, amit a gázballont és a hőlégballont is összevonták.
kerültél-e ekkora tapasztalattal, vagy még korábban, amikor kezdőnek számítottál, vagy mondjuk úgy a sportolói pályafutásnak a közepe felé jártál, olyan szituációban, ami nagyon-nagyon váratlanul érintett, és ott kellett megoldani, ott kellett nagyon okosan gondolkodni, mert különben valami óriási baj lehetett volna belőle. Mindennel van ilyen. Szóval ugyanúgy, mint ahogy közlekedünk, és mondtam, millió egy dolog lehet ilyen, hogy nézel jobban, nézel balra, megindulsz az autóval, és ma ott van egy másik autó, rálépsz a fékre, jaj, de jó, elment, nem mentél össze vele. Vannak ilyenek, és mindig is számolsz. Hát ezért üszte ott benne, vagy ezért repüszte vele, hogy ilyen, mondhatnám azt, hogy minden repülésben benne van az, hogy figyel az ember, néz. Nem biztos, hogy minden repülés úgy sikerül, ahogy akarja az ember, de 99,99%-ban igen. Az Európa bajnoki címre vagy a legbüszkébb? Régen mondhatnám, hogy igen, most inkább azt mondanám, hogy volt olyan magyar dobogó, hogy második helynek örültem a legjobban. Ezt látom, hogy furcsán néz erre, hogy miért örült az ember a második helynek legjobban, hát azért, mert éppen a fiam volt az első. És hogyha már itt tartunk, akkor hogyan kerül a fiad a sportág közelébe, kérdezhetném én, hogyha nem tudnám így az előzményeket, de hát én azt gondolom, hogy aki ebben nő fel, ott ez valahogy meg van írva előre. Nem egyértelmű. Ő olyan 6-7 éves koráig jött velem folyamatosan, repült, elkezdődött az iskola, onnantól kezdve, hogy elkezdett általános iskolába járni, onnantól kezdve mama szoknyája mellé került, vagy mint ahogy minden háztartáson működik, valaki foglalkozik a gyerekekkel, és pátyolgatja őket. Igazán egyetem után már elvégezte az egyetemet, amikor mondtam neki, hogy elvégzett az egyetemet, és ment, volt egy lehetőség, hogy kimenjünk az Egyesült Államokba egy világbajnokságra, mondom, akkor eljössz ott akkor meg, és igazán ő ott szerette meg, vagy ott látta meg, hogy ez milyen érdekes sport. Addig úgy ki is vonult, szóval mondhatnám azt, hogy a 6 éves korától a 24-25 éves koráig kivonult ebből a dologból, és abszolút nem is érdekelte. Ott állt rá, 2-3 év alatt szinte a vérévé vált. Amit ti csináltok, az egyrészt nyilván a teljesítmény is benne kell, hogy legyen, és hogyha már versenyről beszélünk, akkor maga pusztán ez a tény, hogy versenyeztek, és eldöntitek, hogy ki a legjobb. De hogy ez látványban brutálisan jól néz ki. Tehát egy ilyen balonfiesta, mint amit például egy Győrben rendeztetek, vagy amilyen világversenyekért utaztok a nagyvilágban, ez valami gyönyörű látvány. Igen, ez érdekes. Ezt is ketté lehet venni. A kívülálló, gyönyörű, jaj, de szép, lenyűgözi. Belül rengeteg munka van benne, ami a mi oldalunkat nézzük. Maga a verseny az adrenalint hozza, de valójában ilyen, mint a Fiesta, amit Győrbe csináltunk, illetve egy volt veled egy kis magyar bajnokság, az rengeteg munkával került. Az, akit nem látja, az, hogy mondjuk éjfékkor feküdtél le, hajnal 3-kor keltél, szervezted, hogy mindenkinek ott legyen mindenje, úgy legyen, ahogy kell. Ezt a háttérmunkát nem látja senki, de ezt vagy csinálod szívvel, vagy nem. Jellemző egy-egy versenyzőre, hogy ő milyen eszközzel repül, és itt, hogyha már a látványnál tartunk, akkor a kinézetére gondolok elsősorban. Tehát, hogyha te, nem tudom én, egy ilyen happy figura vagy, aki a színes dolgokat szereti, akkor igyekszik magának egy olyan ballont beszerezni. Hogyha valakinek más a kicsit a lelki világa és az egyénisége, akkor az megmutatkozik valahogy az eszközében. Arra akarok csak kitérni, hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy ballonos ismerősöd vagy barátod valahol éppen a közben, az útvonal közben a hétvégi telkén szedi a gyümölcsöt, vagy metzi a szőlőt, és akkor meglát egy ballont, akkor be tudja azonosítani, hogy akkor itt a Csaba repül fölöttünk. Hát igen, mivel az internet az elég sokat elárul jobbra-balra, és működőképes ez. Az, hogy milyen színű ballonnal repülsz, hogy repülsz, kinek milyen a saját gondolatvilága, éppen mire futotta éppen a pénztárcájából, vagy milyen szponzor talált, vagy éppen egy szponzor ballonnal repül, vagy teljesen más jelleggel saját magát reklámozza. Azért az sem egy árt
tudni, hogy mi valójában azért elég sokat repülünk itt Győr és Győr környékén, de valójában foglalkozunk ennek a résznek egy ilyen kereskedelmi részével is, ami miatt próbáljuk belőle fenntartani a versenyzést. Nevet adtok a balonnak? Minden balonnak adunk nevet, hát mindenki elkereszteli, úgy, mint aki elkereszteli az autóját, hajóját, mi is adunk különböző emlékszel neveket. Emlékszel arra, hogy milyen balonnal nyertél EB-t? Egy Graboplasz nevű ballonnal. De... És amivel átrepülted az országot? Az a dáma volt. Mennyire néz ki máshogy Amerikában ez az egész hőlégbalonos világ, és mennyire néz ki Európában, Magyarországon máshogy, mennyire néz ki máshogy Japánban például? Ugye a keleti része a világnak az téged nagyon megfogott, és az is, amit te csinálsz, megfogta a japánokat például. Teljesen másképp néz ki az Egyesült Államokban. Ott van most jelenleg ilyen 8000 pilóta nagyságrendben. A bekerülési költség egy hőlégballon mennyibe kerül? Ugye ez nagyba befolyásolja, hogy Magyarországon miért ennyi van, és nyugati oldalt miért annyi van. Ki áldoz manapság egy hobbira, mondhatom egy autót árát, vagy egy jobb autó árát, az, aki meg tudja engedni. Hogy ez tulajdonképpen költségben, hogy mozgatja meg, hogy érinti, hogy foglalkozik vele, ez egy érdekes dolog. Ha valaki vágyott a repülésre, vagy aki egyszer volt fent, az úgyis oda vágyik vissza, hogy mondhatnánk, nekem van olyan növendékem most, vagy volt olyan növendékem, aki tulajdonképpen a feleségét, akkor még barátnője volt, kérte meg a hőlégballonba, eltett 13 év, 14 év, most azóta már pilóta is repülget. Van, aki alkalmatlan erre az egészre? Milyen tulajdonság kell ahhoz, hogy valakire azt mondjátok, hogy nem? Tehát belőle ne legyen inkább semmiképp se hőlégballon pilóta. Az alapvetés az maradjon az, hogy szeretne az lenni. Tehát ne az, hogy alapból utálja a repülést, meg tériszonyos legyen. Ha most csúnyát mondanék, akkor a szegénység bizonyítvány lenne számomra, hogyha nem tudsz valakit megtanítani repülni. Ugyanolyan, mint hogy egy gépjárművezető oktató azt mondja, hogy nem tudja megtanítani annyira tanítványt, hogy vezessen. Ez nem azt jelenti, hogy ebből, hogy ő megtanult vezetni, hogy fogalmazok, hogy tud vezetni, profi vagy versenyző, vagy egy kereskedelmi vezető. A jogosítványban is benne van az, hogy te egy friss tanuló jogosítványod van, személykocsira, aztán csináltál már magadnak egy jogosítványt, egy teherautóra bizonyára többen mondsz, vagy fölülsz egy buszra, egy jogosítványt csinálsz egy buszra, vagy húzol hozzá egy pótkocsit is, egészen más feltételek vannak itt is, hogy valójában mondhatnám azt is, hogy itt is vannak kategóriák, hogy megvan az első lépcső, egy A kategória, egy 3400 köbméternél kisebb balon, amivel hárman, négyen családot el tudsz repülni, az olyan, mint egy személykocsi. De megyünk följebb, akkor van egy ilyen B kategória, az durván ilyen 8-10 főig használható hőlégballon, nagyságrendében egy 6000 köbméter, azt mondhatnám arra, hogy na, az már olyan, mint egy furgonnal közlekednél. Lehet, hogy ez az elején kellett volna megkérdeznem, hogy hogyan, milyen részekből áll összegyakorlatilag egy ilyen hőlégballon, hogyha valaki nem repült még sem veletek, sem mással, akkor hogyan képzelje el? Mert azt látjuk messziről, vagy aki már közelebbről látott ilyet, hogy van egy kosár, ami készül valamilyen anyagból, olyan, mint hogy egy ilyen nagy fonott kosár lenne igazából, van benne egy égő, amivel melegítitek a levegőt, és aztán ott van a balon, ami a fene tudja, hogy milyen anyagból készül, hogy nem ég el, mert hogy a tetejében megy gondolom a legforróbb levegő, és mégis ellenálló, tehát olyan misztikusnak, varázslatosnak tűnik ez az egész kívülről nézve, nem csak a színek és a formák miatt. Ez így van, hát valójában a kosarat az egy, mondhatnám azt is, egy indonész tengeri nádból készült. Annak a szépsége az, hogy ilyen 13-14 méter hosszan is ugyanaz a vastagsága van, hogy nem szűkül, mint ahogy azt mondanám, amit itthon a veszőkosaraknak, hogy két méteren belül leszűkül vékonyra, hanem az a szál, ha itt 6 mm, akkor 12 méter múlva is 6 mm. Ebből van szőve, ez egy szivacsos szerkezetű nád, aminek a rugalmassága nagyon jó. Szóval mi is a 70-es évek, 80-es években, amikor sokan kezdték a hőlégballonozást, egy újkori hőlégballonozás
amikor elindult, ugye a NASA próbálta ki egy visszatérítő egységként kipróbálni a hőlégballont vagy a gázballont, hogy mi lenne, hogy ilyen lenne. Ez annak a terméke lett, hogy újra visszajött tulajdonképpen a hőlégballonozás. Ez a kosár nagyon strapabíró, szóval ez a nád nem törik, nem reped, rugalmas, és egy elég masszív. Könnyen takarítható, ha a sárban véghúzod? Hát... Leszállásnál? Igen, szóval mondhatnám azért, hogy igen, érted, szóval azért kell az a kis, mondhatnám, nagy nyomású pisztoly, amivel kimossa az ember, de valójában nem lesz ennek semmi baja. Az égő, az döbbenetes, abban lehet különböző félét gyártani, csinálni, de valakinek azt mondanám, hogy most, amivel éppen tegnap repültünk, azon három darab égőfej van, és darabja 7000 lóerő, akkor azon úgy ledöbben mindenki, hogy mennyi, nem is gondolná ezt, de igen. Ami fölötte van kupola, arra mondtam elébb, hogy Győrbe is tudtak olyan anyagot gyártani, amiből készült. Most a DuPont gyárt ilyen anyagokat, a tetejét azt olyan anyagból készül, hogy átbeköd rajta a golyóstólat, meghúzod jobbra-balra és önbegyógyuló. Köszönhetjük ezt is az űrkutatásnak. Egy problémájuk van ezek a szép színes balonoknak, a UV. Az olyan idővel egy 8-10 év alatt megeszi tulajdonképpen. Beszéltünk itt világversenyekről, meg ahova éppen utaztok. Most ugye nagyon távoli utazás vár rátok. Japánba mentek, és az előbb már rá akartalak vezetni erre, mert a beszélgetés előtt azért elejtettél egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy neked ez az ország valamiért különleges jelentőséggel bír ott valamelyik város terület, mert hogy ők nagyon dolgoztak azon, hogy meghonosítsák valahogy a hőlégballon sportot, és úgy néz ki, hogy ez sikerült, és ebből azért egy szép nagy szeretet ebből a tortából kivehetsz te is. Hát így van, ezt 84-ben egy Szaga nevű városban, egy nagyon kellemes mikroklimájú területkörbe, egy U-alakba hegyveszi körbe. Nem nagy az a rész, ami így körbeveszi, mert egy ilyen 20 kilométeres félkör vagy háromnegyed kör van tulajdonképpen, abban ilyen 1400 méteres hegyek veszik körbe, és a maradék oldalán a tenger van. Ez olyan érdekes, hogy felszállsz reggel, a hegyrejtőről jön le a szél, fúj kifelé a tenger felé, a tenger előtt 5-600 méterre ma azt hiszed, hogy le kéne szállni, megfogálni a szélmozgás kifelé, mondhatnám azt, hogy 8-9 óra fölemelkedik, följön a nap, hőmérséklet változik, elfordul 90 fokot a szél, szóval nagyon, ha sokat van kint az ember, már vannak olyan szituációk, amivel tud számolni, de ez egy ilyen teljességgel belső mikroklímájú terület, nincs ilyen még egy a világon. Ebben azt tetszett nekünk, és azért szeret oda járni az ember, hogy tényleg annyira lassú széllel, precizitással lehet repülni, hogy van olyan verseny, hogy 100 balon 10 méteren belül dob egy célhoz, szóval 10 méteren belül megy el a 100 balon egymástól. Ez annyira érdekes, hogy ők rá tudtak állni arra, hogy online-ban vagy élőben tudják tévével közvetíteni a versenyt, mivel megadták a célt, és oda ment minden balon. Ugye ez egy elég érdekes terület ezen a területen. Most tehát a 80-as évek, 84-ben 8-10 balon volt ott először. Szép lassan fejlődött, olyannyira, hogy 87-ben 89-ben rendeztek már ott 100 balonnal. Az, amit itt nehéz felfogni, napi 200 000 nézővel. Ki tudnak hívni 200 000 nézőt oda, hogy szurkoljanak a balonoknak. Érdekes. Nagyobb ország, jó, többen vannak, de megtámogatták ezt elég rendesen. Hát annak idején, amikor mi elkezdtünk oda járni, azért hívtak bennünket, hogy vigyük a világ hírnévet körbe, vagy hogy mondjam, vagy segítsük őket ezen a területen. Hát az, amit elmondtam elébb, igen, ott 10 év után én díszpolgár lettem ebben a városban, azért, hogy segítettük őket erre a területre jutni.
ott is van egy idősebb, velem egykorú fiatal ember, akinek a fiának már sikerült világbajnoknak lenni. Felfejlődtek, szóval eljutottak arra a szintre, hogy ott vannak a toppon, most már a világ topban benne vannak. Ahogy el az egészről beszélsz, meg ahogy leírtad itt szavakban ezt a versenyt, az ember ezt egy ilyen gyönyörű látványnak, meg egy versenyző szempontból mondom, egy óriási élménynek tudja elképzelni. És azt mondanám rá, hogy aki ezt átélte versenyzőként, akkor az a csúcs, és akkor mit akarhat még többet? Van-e sportolói, versenyzői bakancslistád, amire még azt mondod, hogy én hőlégbalonosként ezt így kipipálnám, meg akarnám csinálni, mert hogy annyi mindent átéltél már? Hát idővel mindig rájön az ember, hogy igen, persze van mindenkinek bakancslistája. Én nekem a bakancslistám most már úgy kezdődik, hogy a gyerekeket, a fiamat és a lányom támogassam inkább ezen a területen. Magamnak is van még kihívás, mert azért még egy 500 kilométer, vagy egy 12 órát szeretnék egybe repülni leszállás nélkül. Ezzel tulajdonképpen mostani szinten benne lenne az ember ebben a kihívástól, a teljesítmény túrában tulajdonképpen az első 10-ben a világon. Hogyha közeljövőről beszélünk, ugye itt volt a japán verseny. Magyarországon mi az, amit szeretnétek megvalósítani? Ugye készültek egy nagy eseményre, egy világbajnokságra, és hát bármelyik sportágnak a világbajnokságáról legyen szó, azt sem megszervezni, sem azon jól teljesíteni azért nem egyszerű dolog. Hát így van, jövőre tulajdonképpen Szegeden rendezünk egy világbajnokságot. Küzdünk érte, próbálja az ember úgy mozgatni Magyarországon belül, hogy hol mit lehessen szervezni, erre vannak előkészületek, most ez van. Lehetne Győrben is, úgy, ahogy elébb említetted, Győrben csináltunk egy balonfiesztát, ennek is lehet hagyománya, az inkább egy ilyen világverseny egyszer a városnak nyújt nagy lehetőséget, a másik oldalra nézi az ember. Valójában, amikor azt mondja az ember, hogy 500 embert egy 10 napra, egy 5000 vendég éjszakát be tud hozni egy városba, vagy egy adott területre, környékre, azért az ott nagyot segít, függetlenül attól, hogy valójában éjjel-nappal látják. Ami érdekessége ennek, hogy ezt a hőlégbalonozást, vagy a hőlégbalont, ezt bárhonnan tudod látni. Úgy, ahogy Győrben, amikor elé beszélgettünk róla, volt munkában menet, jövet, tulajdonképpen nem tudsz elmenni úgy, hogy ne lásd. Szóval nem egy adott pontra bezsúfolt stadionba kell bevonnod, hanem egyszerűen a te életteredbe jön be a hőlégbalon, hogy a ház fölött, a ház mellett, a marcaltón, a városban, a város belsejében, a városháza mellett éppen, ahogy éppen elrepülnek. Beszéltél itt arról, hogy családon belül ugye az utánpótlás, hát a fiad viszi tovább ezt a hőlégbalonos vonalat, de úgy nagy általánosságban a magyar hőlégbalon sportnak az utánpótlása, az hogy néz ki, hogy látod te ezt? Lelkesekkel van-e annyi lelkes fiatal, akik ezt az egészet viszik tovább? Nyilván egy régi közeget, a múltat nem lehet teljesen megidézni, mert hogy változnak az idők itt, ezt a ralisok, az ős ralisok is elmondták. De hogy valami új az lehet, és ebben az újban lehetnek nagyon-nagyon jó magyar versenyzők, vagy olyanok, akik csak nem tudom, hobbi szinten csinálják ezt, de hogy látod, mennyire lelkesek a fiatalabbak? A fiatalok még lelkesek is lennének, itt tulajdonképpen eléggé elment az anyagias világ erre a területre, de szerintem a rallisok is ugyanezt mondhatták vakon, úgyhogy nem láttam a dolgot. Itt az a kérdés, hogy ki lát benne fantáziát, kit fog meg a közeg, és ki milyen indítatásból mozdul rá. Vannak fiatalok, nehézkedés. Most mondhatnám azt, hogy 10 év után, 12 év után idén volt az első magyar az ifjúsági világbajnokságon. Az én időmben még nem volt ifjúsági világbajnokság, de én 30 évesen nyertem, hogy bőven felnőtt Európa bajnokságot. Ez hőlégbalonban egy fiatal kornak számít, mert az ifjúsági világbajnokság is az 30 évnél van vége, 31 éves koráig. Ugye itt nem lehet más sporthoz hasonlítani, mert olyan 16-17 évben keresett valaki, vagy tanulhat meg először hőlégbalonozni. Ugye az ifjúsági kor az pont ezért 30 év. 30 év,
nem sokkal vagy fölötte egyébként, úgyhogy még azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden van ahhoz a bakancslistához is ebben a sportágban, és nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, de én nagyon köszönöm neked, hogy ennyi mindent megosztottál velünk erről a sportágról, nagyon jó sztorikat, és tényleg egy olyan pályafutásnak az egy részét, ami azért tiszteletet parancsoló. Hát remélem, hogy legközelebb, amikor jössz hozzánk, akkor a bakancslistán kipipálhatsz még egy részt addig, és akkor már az is belekerül a sztorik közé. A japán utazáshoz, meg az ottani versenyhez nagyon sok sikert kívánok neked, és tényleg köszi, hogy itt voltál. Köszönjük. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. A Spiller beszélgetéseke folytatódik természetesen tovább, és ezt a beszélgetést, valamint az összes többit megtalálják YouTube csatornánkon, de ezeket a Spiller adásokat érdemes keresni a Győr Plusz Televízió, valamint a rádió műsorán is.